A Haderő és a Jövő címmel tartott előadást Szalai Bobrovnicki Kristóf honvédelmi miniszter június 21-én a Szolnoki Béketámogató Kiképzőközpontban. A rendezvényen részt vett Ruszinszendi Romulus altábornagy, a Magyar Honvédség parancsnoka. Az egységszintű vezénylőzászlósi fejlesztő foglalkozás és munkaértekezlet keretében tartott előadásában Szalai Bobrovnicki Kristóf hangsúlyozta, a magyar haderő gerince alapja a magyar szuverenitásnak, a társadalom és a haderő pedig szorosan összetartozik. Most végre eljutottunk oda, hogy büszkén kihúzhatjuk magunkat újra, aki katona és aki civilként ezt a munkát vagy hivatást végzi, hogy igenis a társadalom meg annak a fegyveres ereje az egy, az összetartozik. Annak egymásra kell tekinteni, össze kell kapaszkodni, a büszkén ki kell állnunk és meg kell mutatnunk, hogy mi garantáljuk ennek az országnak a biztonságát. A miniszteri prezentáció végén Kaszab Zoltán főtörzászlós, a Magyar Honvédség vezénylőzászlósa, a Magyar Honvédség vezénylőzászlósának koinját adta át Szalai Bobrovnicki Kristóf részére.